Az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlése 1990. decemberében döntött arról, hogy minden évben október 1-e az idősek világnapja legyen. 1991-es első megünneplése óta minden esztendőben egy-egy a 60. életévüket betöltött embereket érintő fontos kérdésre irányítja a figyelmet az ENSZ határozat. Karcagon is hagyománya van már annak, hogy intézményes keretek között is köszöntik a szépkorúakat. Ugye idősek napjáról beszélünk, és idősek napját ünnepeljük, ami egy nap az évben. De az, hogy közösen tudunk gondolkodni, közösen tudjuk megvalósítani azokat az álmokat, amelyeket az önök generációja kezdett 50, 60, 98 évvel ezelőtt, azt kell folytatnunk, azokat az elképzeléseket, tradíciókat, amiket önöktől tanultunk, mert hogy önök nevelték a mi generációnkat, a gyerekeket, az unokákra nagyon sokat vigyáztak és vigyáznak még a mai napig is. Ezt mind-mind önöknek köszönhetjük. Én azt gondolom, hogy szavakban ki sem lehet ezt fejezni. És nem egy nap kell ünnepelni az időseket, hanem az év minden egyes napján oda kell figyelni arra, hogy önök hogy élnek, milyen körülmények között, hogy jól érzik-e magukat városunkban, jól érzik-e magukat Karcagon, és hogy megvan-e minden, ami szükséges önöknek. Nem jöttem üres kézzel, tárgyi, kézzelfogható ajándék is került ide a szomszédos pihenőszobába egy heverő beszerzésével. Én remélem, hogy ez egy picit hozzájárul majd az önök pihenéséhez. Tervezzük majd még egyet, mert hogy annyira jól néz ki, hogy akkor abban maradtunk, hogy veszünk még egyet, mert olyan jó kis heverő. És hogy ne csak egy ilyen tárgyi ajándék legyen, egy nagyon jó hírrel is tudok szolgálni. Lehet, hogy ez az épület egy nagyon szép és nagyon jó épület, és nagyon jó helyen lévő épület, és azt is látjuk, hogy nagyon jó karban van tartva, de mindenképpen szükséges egy nagyobb felújítása ennek az épületnek, amely a jövő év tavaszán el fog kezdődni. Megírta az önkormányzat a pályázatát, meg is nyertük rá a pénzt, tehát több 100 millió forintot fogunk tudni rákölteni erre az épületre, kívül, belül meg fog újulni, és hát reményeim szerint a következő évi idősek világnapi rendezvényt, hogyha a jó Isten, meg a kivitelező is úgy akarja, és az időjárás is hozzájárul majd a nyáron, akkor a jövő évi idősek napi rendezvényt már egy teljesen megújult épületbe, egy szép új környezetbe tudjuk majd megünnepelni. A világ népessége folyamatosan öregszik. 2019-ben kicsivel több mint 703 millió 65. életévét betöltött ember élt a Földön. 2050-re számuk várhatóan meghaladja a 1,5 milliárdot, vagyis alig 3 évtized alatt meg kétszereződött a szépkorúak száma. Éppen emiatt nemzetközi közösségek, nemzeti kormányok, önkormányzatok igyekeznek olyan intézkedéseket, döntéseket hozni, amelyek azt segítik elő, hogy az idősek, amik kedvük, mentális és fizikai egészségük engedi, a társadalom hasznos tagjai maradhassanak.